Szép jó napot kívánok! Szép nevem Fülöp Sándor, Gunagriha néven ismernek sokan, mert azt a nevet utólag szereztem, spirituális, lelki név. Egyébként innen egy hajításnyira születtem, Tomák utca 16 szám alatt. Rég, 1949-ben. Aztán 14 éves koromban mentem Marosvásárhelyre iskolákba, és 30. éves koromban mentem el Ausztriába. Akkoriban az élet nagyon egyszerű volt, mert tudtuk, hogy ami hegyes halmon erről van, az rossz, ami azon túl van, az jó. Ennyi volt az egész, úgyhogy mentünk a jó fele, már aki akart, aki tudott. Aztán 1987-ben, 8 évre rá, én találkoztam a lelki élettel, a meditációval. A meditáció ezen a könyvön keresztül találtam meg, és én gyakorlatilag nem kerestem semmi különöset, nem akartam csak több belső erőt, hogy jobban tudjak hipnotizálni, mert azzal foglalkoztam, azon kívül, hogy fogorvoskodtam, és kerestem a belső erőt, és akár hogy milyen könyvet néztem, belső erőt nem találtam. Úgyhogy aztán a kék színű könyvet megnéztem, mert kék a kedvenc színem, hogy meditáció. Mert minden könyv csak Istenről szólt. Hát mondom, nekem semmi közöm nincs Istenhez, mert nekem valahogy az nem jött össze, kiestem belőle. Bárha én itt jártam hittanórára, és ott volt az első olyan tapasztalatom, amikor a szívem megszólalt. Az érdekes volt, itt volt a kis templomban, az előtér, vagy kápolna rész, vagy minek mondják. Mindig vittünk egy szál tűzifát, minden gyermek, aki ilyen kifutó modell, mint én, azok emlékeznek. Így van. Vittük a tűzifát, és akkor azzal melegítettek a hittanórán, és a hittanórán pedig mondták a tanítást, mesét. Aztán mellettem ült egy gyerek, aki nagyon piszkos volt, taknyos volt, üdös volt. És ahogy mellettem őt, én mind húzottam jobban el tőle. És akkor a pap bácsi észrevette. Félrehívott engem, és azt mondta nekem, Sanyika, ennek a gyermeknek nagyon szegények a szülei. Nem tudják öltöztetni, mosdatni rendesen. Nekik nincs semmi. És az nem jó, hogy te őt magadtól ellököd. Akkor emlékszem, visszaültem, és akkor sírt a szívem.
És az volt az életemben az első tapasztalatom, amikor a szívem diktálta, mit tegyek, nem az ítéletem, s az elmém. És én megöleltem azt a gyereket, és hozzábújtam. És az örökre megmaradt bennem, ez az élmény. És aztán elkezdtem meditálni, és a meditációval megtanultam, hogy én mindig a szívem szerint cselekszek. És nem az szerint, amit az észszerűség mond, a logika mond, a számtan mond, az anyagi világ mond, hanem azt, amit érzek. És az, aki érzek, az vagyok én. És én megtanultam azt, hogy én nem a test vagyok. A test csak itt van. Benne lakunk. Aztán itt hagyjuk. Én nem ismerek senkit, aki a halálát túlélte, és mindjárt elmegyünk a testünkből. És ebbe belejöttünk, bele születtünk, de mi nem a test vagyunk. És erre én számtalan példát tudnék sorolni, megmondani, hogy miért bennünket a szellem erőteljesebben mozgat, vezet, mint az anyagi részünk. Ugye a testünk az csak egy két lábon járó emlős állat, a maga ösztöneivel, nem mindig jókkal, de bennünk valami más van. És az a valami más egy nagyon-nagyon érdekes lény, amelyet ha egyszer csak másodpercre is meg tudsz tapasztalni az életedben, akkor azt mondod, hogy megérte élni. Mert semmi a világon azt az érzést nem tudja adni, amit az a lény, a lélek, aki bennünk van. Én amikor elkezdtem meditálni, legelső alkalommal, legelső nap, 1987. december 27-én egy fantasztikus, hihetetlen, csodálatos, misztikus élményen mentem keresztül, amikor is valaki a szobámba megjelent, hátam mögött, amitől én ugye nagyon megijedtem. És ez a valaki megfogta a fejemet, tarkomat, és fölemelt engem. És akkor én kikerültem az egész testemmel a lélek tudatomba. Ezt egyébként a Harmadik kívánság című könyvemben leírom ezt az egész történetet, meg másokat. És én, amikor abból az állapotból visszakerültem, akkor zokogtam, sírtam, hogy miért kell én itt a Földön egy földi giliszta legyek, és hogy engem ez a világ becsapott. Mert az a világ nekem soha nem mondta, hogy én több vagyok, mint a testem, több vagyok, mint az ösztöneim, az engem rángató vágyak, hogy én is sokkal-sokkal több vagyok, és én a végtelenből vagyok, meg a végtelennek vagyok a gyermeke. Mondhatnám a hercege. Úgyhogy én attól a naptól kezdve megváltoztattam az életemet, és másként kezdtem élni. Akkor felfogadtam,
hogy én többet életemben senkinek olyat nem mondok, amit magamnak ne tennék, nem csinálok olyat, és nem ajánlok, nem semmiféle dolgot, vagyis végül is ez a kereszténységnek egyik elve, hogy ne tégy soha másnak olyat, vagy ne mondj másnak olyat, amit nem akarnád, hogy neked tegyenek, vagy mondjanak. És én ezt akkor megfogadtam, és ezt én azóta be is tartom. Azóta én nagyon sok mindent megtanultam, és ezeket a tapasztalatokat, meg fölfedezéseket, hogy mondjam úgy, mert gyakorlatilag semmi újat nem találsz, hanem mindent magadból veszel elő. Ez az érdekes ebben a dologban. És én megtanultam, hogy mi a boldogság, hogy miért nem vagyunk mi boldogak, vagy miért nem tudunk azok lenni. Mert ugye végül, ha meggondolod, itt mindannyian, nem csak itt, hanem az egész faluban, és nem csak a faluban, hanem az egész világon. Minden egyes embernek az az egy vágya van, hogy boldog legyen. És minden, amit élsz, minden, amit teszel, azzal a perspektívával, avval a látó határral teszed és éled, hogy amögött van a boldogságod. És azért teszed, hogy boldog légy. És ez egy állandó várás az életünkben. Gondold meg, mindig várjuk, hogy boldogok legyünk. És ezt megtanultuk 4-5 éves korunkban, az óvodás korunkban. Hányat kell még aludni, anyuci, hogy jöjjön a Mikulás? 4-et, kisfiam? Jó, nem lehet, hogy csak 3-at? Nem, azt nem lehet. Mindig várni kell. És akkor vártunk. És akkor vártuk, hogy iskolások legyünk. Mert akkor nagyok leszünk. És milyen jó, ilyen döfi, iskolás vagyok. És akkor boldogan mentünk a suliba, aztán majd letörték a szarvunkat, vagy a szárnyunkat, mondjam úgy. Aztán teltek az évek, aztán vártuk az első szerelmet, mert ott a boldogság. Aztán jött, aztán az követte az első szerelmi csalódás. Azt ugye nem vártuk, de jött. És akkor azt mondtuk, hoppá, hogy van a boldogsággal, és akkor rájöttünk, hogy mindig az éremnek 2 oldala van. Egyik, amit várunk, másik meg, amit nem várunk. És akkor vártuk, hogy befejezzük azt a rohadt sulit, mert rájöttünk, hogy az még olyan jó. És akkor tanultunk szakmát, és akkor a szakmában leszünk mi boldogak, és akkor elmentünk az első napokba dolgozni, borzasztó nagy lelkesedéssel. És az csodálatos volt. Mi voltunk, akik megváltjuk a világot. És elvégeztük a munkánkat tökéletesen és jól, és 100%-ot adtuk magunkból. Aztán megtanítottak, hogy lejjebb a gyeplővel. Ne húzzuk úgy az istrángot. Jó lesz az úgy is, mert jött a rutin. Az megint elvette a boldogságot. Na de nem baj. Majd jön a nagy nap, mennyasszony leszek, házasság, csodálatos dolog. Akkor repdesünk, aztán ha valaki ott elrontja, hogy nem jól csináltassa meg a frizuránkat, vagy az a ránc mégsem úgy áll azon a ruhán, ahogy kellene, és akkor egész este azt az egy ráncot látom. És az így folyik,
És mindig az érem másik oldala ott van. Bármit teszel, hogy boldog légy, akkor jön a család. Wow, jön a pociba. Már van szívhangja. Tudom, hogy fiú vagy kislány. Csodálatos. Jaj, a kicsi drágám, egyem a kicsi szívét, és akkor mossuk a popóját, puszíjuk a pocakját, és olyan boldogok vagyunk. Addig, amíg jön az az életkor, már nagyon hamar jön, amikor jön az elvárás. Hát mi a fené nem a Bilibe csinál? Hát már ott fogna az ideje. Valami baj van ebben a gyerekkel? És akkor kezdődik. Akkor elmegy az óvodába, aztán elmegy az iskolába. És a drágaság, amikor eltelik 12 év, 13 év, olyan pofátlan a fene, a kölykit, hogy még kellett szüljem a világra. Hogy ebből mi tud lenni? Hogy az érem másik oldala, aztán már mindent elborít. Semmi öröm nem marad, csak a szemtelenség. És akkor keressük, hol a boldogság. És a boldogság még mind nem jön. És aztán majd a gyerek megnő. Aztán ő is elvégzi a sulit. Aztán ő is megnősül, vagy férhez megy. Aztán jönnek az unokák, jaj, a drágák. Hát az egy élvezet, gyerekek. Csak szeretni kell, és nem kell nevelni. Hát csodás. Végre valaki, végre jó lehetek. Ugye én éreztem, hogy jobb kéne legyek a gyerekkel, de kell nevelni, szigorú. Mit megérdemel, az megérdemel. No, de az unokában más a helyzet. Ölbe veszem, rám pisi is a számít. Lényeg, hogy a drágaságot szeressen. És akkor szeretjük az unokát, és akkor abban örülünk. És akkor az unoka is megnő, és az unoka elmegy suliba, és aztán ezés. Majd eljutok az esküvőre is. És akkor aztán dédunoka vagy igen, vagy nem. Mert aztán már jön egy doboz, fából van, amiben belefektetnek. Azt nem várjuk, a fene megegye. De az a várásnak véget vett valahogy, és befejeztük. Hol a fenébe van a boldogság? Miért nem vagyunk mi boldogok? Mi azért nem vagyunk boldogok, mert bennünk a külső életre, a belső életünkben lévő válaszok nem pozitívak. Minket a külső életben lévő dolgok és történések nem elégítenek ki. Amikor azokat kiértékeljük, amikor azokat megvizsgáljuk és átengedjük a kritikus, ítélkező elménken, akkor bennünk nem jó érzések születnek. Tehát nem tudunk boldogok lenni azzal, ami van. Tehát nekem van egy külső életem, és van egy belső életem. A belső életem a válaszom a külső dolgokra. És ha kint rossz dolgok vannak, akkor én nem a rossz dologtól kéne féljek, ha okos vagyok, hanem a válaszaimtól a rossz dolgokra. Gondold el, az emberen kívül nincs olyan lény ezen a bolygón, aki nem a valóságtól fél. Az ember 99%-ban, ha nem többen, csak a képzeletétől fél. Elképzeled, hogy mi lenne, ha
Mert hallottam, hogy azzal a gyerekkel mi történt. Jaj, ha az én gyerekemmel történik, hát ez szörnyű. Egész éjjel már nem alszom. Elképzelsz minden marhaságot, és mindentől félsz. A nyuszi kimegy füvet enni az erdő szélén. Aztán jön a farkas, úsdi, dobog a szíve, a félelemtől rohan, mikor megmenekült, megszűnik a félelme, másnap megint megy ugyanarra a tisztásra füvet enni. Eszébe jut, hogy ott lehet a farkas? Soha. Ő megy, végzi a dolgát. Te még farkas nem láttál, de amikor este a sötét utcán mész haza a saroknál, mindig eszedbe jut, hát ha ott van a farkas. Jaj, féljek, ne féljek, én úgy félek. És mi mindentől félünk, amit elképzelünk. Gyakorlatilag a valóságtól nagyon-nagyon-nagyon ritkán félünk. Ritka az, hogy valaki az utcán szembeáll veled egy pisztolya, pénz vagy élet. Akkor kell félned. Főleg, ha nincs pénz nálad. De az, hogy elképzeld ezt a dolgot, na nézzél meg egy pár horrorfilmet, és nem kell sokáig várnod, hogy a félelmekkel élj egész 24 órán keresztül. Nyuszika ezt nem teszi. De a nyuszikával más a helyzet, mert tudjátok, a nyuszika azért a legerkölcsösebb állat a világon. Tudtátok, nem? Ül a fűbe, és nem szívja. Ellentétben az emberrel, be se ül a fűbe, és úgy is szívja. Tehát te nem attól kell féljél, ami körülötted van. Te attól kell féljél, amiket gondolsz. Attól kell féljél, amiket elképzelsz. Tehát nekünk valahol, valahogy kellene találni egy eszközt arra, hogy mi a belső világunkba tegyünk rendet. Mert ha a belső világunkban nincsen rend, a belső életünkben, akkor az befolyásolja a külső életünket. Ha te mindig félsz a kudarctól, mert egyszer volt egy kudarc tapasztalatod, és azt nem akarod elfelejteni, mert az ember könnyen tanul és nehezen felejt. És akkor a kudarc miatt mindig félsz, és hordozod magad után a kudarcot, és nem tudsz előre jutni, nem mersz vállalkozni, nem mersz új dologba belefogni, mert nincs benned a rend. Mert a múltban akarsz élni, holott a jelenben vagy. Jövőt akarsz építeni, de cipeled magad után a 20 mázsás múltadot. És ezekkel a dolgokkal mi gyakorlatilag keresztül teszünk annak, hogy valaha is boldogak legyünk. Mert mi a boldogság? Mi a boldogság? Én 87 óta meditálok, és én megmondom nektek őszintén, hogy csak én az utolsó évben jöttem rá, hogy mi a boldogság. Úgyhogy egész friss nálam ez a tapasztalat, vagy felfedezés, vagy tudás, vagy nevezzük, aminek akarod. A boldogság az élet. És az élet maga a boldogság. De mi nem éljük az életet, ha nem vetted volna észre. Egy nap hányszor jut eszedbe, hogy én vagyok? Élek.
És milyen döfi, hogy én élek. Ilyen hülyeségekre nincs időd. Pörög a fejed, visz a stressz, rohansz előre az időbe, ezzel lerövidíted az idődet, amennyit az életed kitesz, és az már amúgy is nagyon rövid. Jó, gondolod, hát ilyen kifutó modell, mint én, 74-jel örvendjen, hogy még föl kell reggel, nem? Szuszogni tud. De hidd el nekem, hogy az idő borzasztó rövid. Egy hét semmi. Egy hét nulla. Most volt a másik hét, és most van ez a hét. Semmi. És tudod, hogy az életben hány heted van? Átlag életkor 4007. Abból, ha kiszámolod már, mennyi futott le, nagyon kevés van. Az átlag. Vannak, akiknek több jut, vannak, akiknek kevesebb, de a körül van. És mi ezt az időt lerövidítjük. Azzal, hogy nem tudjuk, hogy élünk. Bennünk van egy szellemi lény, mint ahogy kezdtem, a lélek. Most, hogy te a lelket megtapasztaltad, vagy nem, teljesen mindegy, de az nem mindegy, hogy hiszel benne, vagy nem hiszel benne. Ugye mi a lelket úgy képzeljük el, hogy mi hordozunk magunkban egy pici lelkecskét, és hogyha időnként felfogjuk a kezünket, elmegyünk a templomba, vagy egyszer meggyónunk, vagy nem eszünk pénteken húst, meg ilyesmi, akkor mi a lelkünket tápláljuk. És milyen boldog a lelkünk, hogy milyen jók vagyunk vele. Hát a valóság nem így néz ki, mondom neked, mert a lélek Istentől van. Istennek a lélegzete. Te a lélekben élsz. És a lélek táplál téged minden nap. A lélegzeted erejével, a gondolkodásod erejével, és a lélek az Úr. A vers azt mondja, bárha felül a gája, és alul a víznek árja, mégis a víz az Úr. Bárha kívül a test, és kívül az ösztönvilága, és az elméje, és láthatlanul mögötte a lélek, mégis a lélek az Úr. De ezt vehetjük a másik oldalról is, mert a Szentírás azt mondja, Isten maga képmására teremtette az embert. Isten megteremtette a formát, és a forma nem kelt fel. Isten akkor belelehelte a lelket, és a forma felkelt. És amikor Isten szív egyet, és a lelket visszaszívja, akkor a forma többet nem kell föl. A lélek az élet benned, és ő adja a lélegzetedet, a gondolkodásodat, mindent. És figyeld meg, ha te a lélegzésedet figyeled, nem tudsz gondolkodni. Ha a gondolkodásodat figyeled, mint szoktad egész nap, nem veszed észre, hogy lélegzel. Kapkodsz a levegő után, csupa szád, nyitva szád, orrodon lélegzel, szájadon lélegzel, lényegtelen, azzal a kutya se törődik, meg gondolkodik a lény. És az ember gondolkodó lény, ezért nem tud figyelni a légzésére. De ha nyugodtan leülsz,
és kezded figyelni a légzésed, akkor a gondolatokhoz nem tudsz hozzájutni, és nem tudod követni őket. Ha még nem követed a gondolatokat, akkor megszűnnek. Ugye legtöbb ember materialista, és csak azt hiszi, amit lát. Ha találkozol ilyennel, kérdezd meg tőle, hogy van-e esze, elméje. Gondolkodik-e? Ha hogyne, ha persze. És az hol van? És az miből van? Írja le a képletét, hogy lehet megfogni, megmérni, mennyi a súlya az elméjének, vagy a gondolatainak. Az egy másik világi dolog, és ez az érdekes az embernél, hogy az ember egy gondolkodó lény, a képzelet világ ura. Minden, amit itt látsz a Földön, ez a színpad is, meg minden az ember képzeletében született, és úgy valósult meg. Utána teremtette meg az ember azt. De előbb a nem valóságban, vagyis a nem materiális világban megálmodta valaki, hogy tudunk repülni. Kötött magára két nagy szárnyat, leugrott a fáról, meghalt. Aztán jött a következő. Mert az álmot nem adja föl az ember, hanem tovább teszi, tovább megy, és máma ugye repülünk, és teljesen normális, hogy repülünk. És az épületeink, és a technikánk, és a mindenfélénk. Mindenféle a képzeletben, a semmiben született meg. Vagyis abban a részünkben, ami nem anyagi. Az ember egy csodálatos lény. Megvan neki az isteni teremtő képessége a képzelete által, és a két keze által az anyagot át tudja formálni. Ez a különbség ugye köztünk meg az állat között. Minden a teremtőből jött. Sok millió évvel ezelőtt ezen a bolygón nem volt élet. Ezt mindenki tudja, tudományból, mindenből. Semmi sem volt. Csak forró kőzetek, gőzölgő robbanások, meg mindenféle akármi, de élet nem volt. És mi honnan a fenéből jöttünk ki akkor? Mi emberek, és az egész élőlény világunk, a teremtőből. Amikor a teremtés kezdődött, ugye, a spirituális tudomány úgy írja le a teremtést, hogy valamikor volt a nagy egy. És ő egymagában élt, és tökéletesen elégedett volt magával. És a nagy mozdulatlanságban, a nagy egységében élt. És én gondolom, hogy az öreg megunta magát, elunatkozott ott egyedül, azt mondta, csináljunk társaságot. És akkor a végtelenségéből egy részt, ami mindig végtelen, mert a végtelen osztod, mindig végtelen marad, egy részt kiejtett a tudatosságából. És ez a kiejtett része a tudatosságának feldarabolódott, és fényformájába kirobbant. És ebből a fényből, a nagy egyből lett a sokféleség, a sok dolog, az égi testek, a bolygók, a mindenféle, és minden csak fényből lett. Ez közben a tudomány is ezt állítja, és mi ebből vagyunk, fényből.
És máma az atomfizika, meg a részecske tudomány eljutott oda, hogy azt mondják, hogy anyag nincs. Csak mozgás van, rezgés van, és energia van. És mi abból az energiából, ami a teremtőben volt, ami szétdarabolódott, mi annak egy-egy darabja vagyunk. Itt mese nincs, mert más nem lehetünk. Mert nekem van egy lelkem, és ez az asztal, amire támaszkodok, annak is van egy lelke. Neki is, bárha most alszik. Mindjájunknak lelke van. Mert lélek nélkül nincs semmi létezés. Nem létezhet semmi, mert maga a teremtő darabjai mind lelkek. És ez az érdekes a lélekben, hogy a lélek tartja benned a kapcsolatot az Istennel, vagyis a legfelsőbb abszolút Úrral, vagy teremtővel, vagy atyával, vagy nevezd, aminek akarod a te vallásod szerint. Tény az, hogy benned van a lélek. Ugye sok ember nem hiszi a lelket, de kérdezd meg, volt már lelkiismeret furdalása? Nincs olyan emberi lény, nincs olyan szörnyeteg a világon, amely képes téged úgy megkínozni, mint te saját magadod, amikor belülről kezd rágni valami, valaki, és véged van. Mert valami bent nincs rendben. Mert olyat tettél, hogy magadnak nem akarsz megbocsátani, ezért a lélek sem bocsát meg neked. És kínozod magad. Isten előtt nincs bűn, szerintem. Olyan nincs, hogy mi bűnnel születtünk. Mi arra születtünk, hogy boldogak legyünk. Mi arra születtünk, hogy tapasztalatokat szerezzünk itt lelki lényként, emberi tapasztalatokat. Mi nem emberek vagyunk, és lelki tapasztalatokat szerzünk. Mi lelkek vagyunk, akik emberi tapasztalatokat szerzünk. És ez a nagy különbség, amit mi valahogy nem tudunk követni. Mi annyira születés után annyira azonosulunk a testtel, már amikor a pólyában, a bölcsőben vagy, és felfedezed a kezecskéidet, lábaidat megkóstolod, az most már nem menne, főleg, hogy van egy műzületem is. Tehát, de bébikorunkban felfedezzük a testet, és akkor jön egy görcs a hasba, és üvöltünk. És rájövünk, hogy ez fáj. Ez egy szűk terület, és elfelejtjük, hogy kik vagyunk. A bébik nagyrészt a hosszú alvás idejüknek ki vannak szállva a testükből, a lélekkel, és még vidáman itt-ott csavarognak a másik világon. Aztán a test ide kényszerít mindjájunkat a fájdalmával. Aztán az elme jön az aggodalmaival, és még jobban beszorít bennünket, és így tovább. És akkor mi azonosulunk egy olyan lénnyel, egy emberi lénnyel, akik tulajdonképpen nem az igazi valóságunk. És megalkotjuk, illetve megalkotják nekünk a személyiségünket. Mert mi megszületünk ekkorán, és nincs útlevelünk, és nincs kereszt a nyakunkba, és nincs semmi vallástudatunk, és senkik vagyunk. És vagyunk egy nagy, hatalmas, fehér szív, ami üres. És akkor a szülők, legelső sorban, aztán a
társadalom, a közösség, az óvoda, az iskola, az emberek, a társak teleírják ezt programmal. És amikor 2 éves vagy, ilyesmi, 2-3, anyuka, én ki vagyok? Hát te az én kicsi drágám vagy. Na jó, ennyi volt. Anyuka se tudja, hogy ki vagyok. Anyuka is megkérdezte, de még a választ nem kapta meg. Ezért aztán bennünk fölépítenek egy személyiséget. És az a személyiség az, akit ők akarnak, hogy legyünk. Hogy mi úgy viselkedjünk, ahogy nekik tetszik. Ahogy nekik megfelel. Amitől ők elégedettek. Hogy mi szolgáljuk az ő elképzett boldogságukat. És az a fenébe nem jön össze. Mi nem szolgáljuk, ahogy nekünk se szolgálja más. Mert ez a személyiség, akit felépítünk, egocentrikus. Önző, magának való, és mindent birtokolni akar, és nem igen akar elengedni semmit a kezéből. Mert úgy képzeli, hogy ő a világ közepe. Mi úgy gondoljuk, hogy a világ tartozik nekünk, ha már itt vagyunk, ugye? Azért én nem akárki vagyok, mert valaki mégiscsak lettem, meg vagyok, és ezt tudják mások is, és ezért, ha én jól viselkedem, akkor megérdemlek valamit. Nekünk van egy elképzelésünk erről a világról, hogy ez a világ igazságos kell legyen. És nem jövünk rá, hogy az egy déli báb. Ezen a földön nincs igazság. Egyáltalán az nem született ide. Annyi igazság van, ahány ember van. A te igazságod egyedül a tied. A te értékrendszered és mértékegységed egyedül tied. És mindenki másnak más van. És ezért aztán sajnálod magad. És az önsajnálat a legrosszabb erő, amivel kínoszhatod magad, ronthatod magad, mert sajnálod, hogy nem bánik veled úgy a világa, hogy kéne bánjon. Ezért aztán leszel igazságharcos. És harcolsz egy olyan dologért, ami soha-soha nem jön össze. Mi más emberekkel is, ezzel a személyiséggel, akit kialakítottak nekünk, más emberekkel sincsen jó viszonyunk. Mert mi akárkivel találkozunk, bárki legyen az, mi összemérjük magunkat vele, és a mi értékrendszerünk szerint őt vagy betesszük a legfelső pócra, ami fölöttünk van, egy kicsi azért fölöttünk is van, vagy magunk alá. Így aztán, vagy abban élünk, hogy mások mit mondanak rólam, vagy mit gondolnak az emberek, ha én ezt vagy azt teszem. És úgy képzeljük, hogy a mások gondolatai befolyásolják az én életemet. Ha mit gondolnak? De te csak gondolod, hogy ő azt gondolja rólad, hogy. Te azt gondolod, hogy ő azt gondolja, hogy te rosszul gondolkodol, és hogyha azt teszed, akkor ő az ő gondolkodva nem fogja jóvá hagyni. És ezért téged el fog ítélni. De ezt te csak gondolod. És emiatt az életedet azt szerint teszed, ahogy gondolod, hogy ő gondolná. Hogy a fenébe légy te boldog? Mikor érzed, hogy ezt kéne tegyed, és az neked jó volna, de nem teszed, mert akkor mit mond? Mit mond a nagyi? Ha nagyi meghalt volna, szerencséd van. De még nem halt meg. Mit mond a szülő? Mit mond a másik, a harmadik? És ilyen butaságra rátesszük mi a boldogságunk. Igazán van? Jó. Rátesszük mi a boldogságunkat. És mi így élünk. Aki alattunk van, vagy akit nem tartunk azon a szinten, azoknak mi akarjuk megmondani,
hogy hogy éljenek, hogy gondolkodjanak, milyenek legyenek. Tehát mi a világgal, önmagunkkal, társainkkal szemben is egy rossz rendszerrel élünk. És azért élünk egy rossz rendszerrel, mert mi úgy képzeljük, hogy én vagyok a központ. Nem akármi. De most gondold el, ha én azt mondom, hogy holnap a nap ott Toplica felől fog felkelni nyugaton, és majd ott megy le keleten, Gödöc fele, akkor mit fog szólni? Azt mondod, jobb, ha hazamegyünk, mielőtt a tag tovább beszél, mert bolond. Te a tapasztalatodból tudod, hogy az igazság az, hogy keleten kell, nyugaton nyugszik a nap, és nem lesz ez sehogy másképp, és erre mérget vehetnél, mert annyira nagy igazság. De ha mérget vennél rá, belehalnál. Mert ez nem igaz. Mert a nap nem kell föl se keleten, se nyugaton. Nem is nyugszik le sehol. Mert a nap áll egy helyben. És a föld elfordul kelet fele, és meglátod a napot, és tovább forog fele, kelet fele, és akkor eltűnik a szemed elől a nap, nyugaton. Tehát mi nap mint nap azt használjuk, hogy szép naplemente van, mikor kell fel a nap, és így tovább, és ugyanúgy az egónkra gondolunk. Minden, ami történik, amit hallasz a világba, csak az számít, hogy engem hogy érint. Milyen messze van, ahol bombáznak? Ja, nincs semmi baj, 1000 kilométer, jó messze van. És mindenféle dologgal ez így történik. És mi úgy érezzük, hogy az számít csak, ami rám, az énre vonatkozik. És ezért a környezetünkben is így élünk. Mi elvárjuk, hogy ők olyanok legyenek, amilyen nekem kell legyen. Hogy egy jól bejáratott anyuka, aki már pár évtizede anyukam, vagy legalább egy-kettő, az ja, nagyon jól tudja, hogy mitől boldog a férj. Mit kell a gyerekeknek tenni, hogy jól érezzék magukat, hogy boldogok legyenek. Közben pedig az egész csak azért van, hogy ő legyen boldog. Hogy az úgy működjön, ahogy ő azt előírja. És mi meg akarjuk változtatni a világot, mi jobban akarjuk tenni a világot, de mindig másokon keresztül. És akkor egymást marjuk, és azok a hibák, amik voltak, mondjuk kivéve a mézes heteket, de utána megjelentek, azok a hibák, azok ott vannak, és kísérnek minket életünk végéig. Mert senki sem akarja azt feladni a másik kedvéért. Mert bolond. Ő jól érzi vele magát. Úgy érzi, mi úgy érezzük, hogy a tökéletlenségeink azok a mi részünk. És az, ha mi kidobnánk magunkból, akkor nem mi lennénk. De a másik, hiába, hogy 80%-át szereti, amilyen vagy, de van az a 10-20%, és azt nem bírja. És azt minden nap elmondja, és minden nap a tulajdonságot elmondja, hogy ezt meg kéne változtasd, mert ezt már mondtam a múlt héten is, ezt ötször is mondtam, a gyermeknek aztán minden héten elmondjuk, mert hát más is mit mond rólad, ha így fogsz te máshol viselkedni, mert még a négy fal közt elmegy, de aztán, ha kimész, és így tovább, és akkor megpróbáljuk megváltoztatni a kedvest, a gyermeket, a szülőt, a nagymamát, vagy akárkit, de nem működik. Nincs hatalmunk fölöttük. De nekünk van egy nagy hatalmunk, megváltozni. Magunkat megváltoztat.
Ez nincs olyan házasság, ahol ez ne lenne benne a játékban. Nem létezik. Feleségemmel mi is 40 évig nyomtuk, amíg rájöttünk, hogy ez nem működik. Hagyjuk egymást úgy, ahogy van, mert az úgy jó van. És mindenki maradjon az maga stílusával, melyiknek mi. Mert addig béke nincs. A fiatal házaspárnál úgy van, hogy a fiatal asszonyka azt mondja, remélem, hogy megváltozik a férjem. Fiatal férj azt mondja, remélem, nem változik meg a feleségem. És egyiknek se lesz igaza. És ha erre nem jössz rá időbe, akkor beleőszülsz. De az se segít semmit. Mert attól se fog megváltozni. Mit tudsz tenni? Van egy olyan dolog az életben, hogy elfogadás. Van egy olyan dolog az életben, hogy önfegyelem. Van egy olyan dolog az életben, hogy saját természetem megváltoztatása. Ez az egy út, ami téged a békéhez, és a béke belső békéhez, és a belső béke által a boldogsághoz visz. Semmi más. Ez pedig a fene megegye, nem tudjuk megtenni. Nem tudjuk megtenni, mert mi mindig csak a dínyében élünk. És mivel a dínyében élünk, ezért mi ezt képtelenek vagyunk megtenni. Az elménkben lévő szabad akaratunk maximum 3 hetet tart. De akkor nagyon keményen megdolgozol. Nem megy. Egyszerűen nem megy. Aki már volt olyan helyzetben, hogy el kellett hagyja a dohányzást, vagy a sörözést, vagy a nőzést, vagy ne legyünk szexisták, a férfiazást, vagy pasizást, vagy hogy mondják, mert ha egyik nem volna, másik se volna világos. Nem csak egyik csinálja, másik is csinálja. És ha bármilyen tökéletlenségünket fel akarunk adni, az nem megy innen, mert itt nincs elég erő. Az csak akkor megy, ha mi mélyebbre megyünk magunkba. És ha mi nem megyünk mélyebbre magunkba, akkor nem jön. Mélyebbre menni magadba azt jelenti, hogy annak a lénynek, akiről beszélek, a lélek, a lelki lény, aki vagy, annak az akarata erejét hozod előtérbe. És ezt sehol sem találod meg, csak a saját szívedben. Mi mindig azt hiszük, hogy itt élünk, és az énünk az itt van, de ez nem igaz. Mert mindig ha azt mondod, hogy én, ide mutatsz. Én. És ahol az ujjad megáll, ott van neked a központod. És ez mindig a mellcsont közepén van fix, és automatán a kezed mindig oda megy. Itt van neked a spirituális szíved. És középre menni azt jelenti, hogy meditáció. És ha mi középen kezdünk élni, akkor más dolgok jönnek elő. Mert nekünk az a személyiségünk, akit az elménkkel és az elménk által fölépített a közösségünk, és mi azt használjuk, és mi abban döfin érezzük magunkat, és harcolunk, és küzdünk, persze szenvedünk, mindig szenvedünk. Olyan nincs, hogy nem szenvedsz. Ha nem szenvedtél 2 napot, akkor légy boldog. De ha megtanultál egy kicsit innen az életviteled központját lehozni a dínyéből,
a szívedbe, csak egy kicsit, mindenki tisztul. És jön elő a képesség. Jön elő az akaraterő, jön elő a képesség, és jön elő egy csodálatos érzés. És ez a legnagyobb érzés, és ez a legcsodálatosabb, mert te mindig úgy érzed, hogy egyedül vagy. Minden ember egyedül van. Azért van egyedül, mert elment otthonról. Nincs soha otthon. Ő itt lakik a szélén, a periférián, és nem a közepén. És soha nem ülsz otthon. Bolyongsz. Mióta ezt az előadást hallgatod, itt hány helyen voltál? Nem csak 5 helyen. Elgondoltad, kihez hasonlít a szövegem, hogy ez a hülye gyerek a kutyával ment ki a színpadra, hogy otthon vajon bezártam ez ajtót, meg mindenfélét végig gondoltál, de amikor elgondoltad, hogy ez a kutyájával kiment a színpadra, akkor eszedbe jutott, hogy a bodrival mi van, meg a minden, és akkor elkalandoztál azon, és ezen, és amazon. Tudsz te 10 percet egy dologra maradni fixálva? Nem. Az 1800-as években még az emberek tudtak 15-20 percet átlagban. A mai modern ember, hát mire van ez a sok hülye Twitter, meg ilyen, meg mit tudom, milyen nevük van, már se tudom, hogy már csak képekbe közlünk, mert már egyébre nem jut koncentráció erőből semmi, mert egy nap át kell pörgetni 10 000 dolgot, és belehűlsz. De nem tudsz egy dologra, s a célodon maradni, tudsz te az élet célodon maradni és dolgozni azon egy évet? Egy hónapot nem tudsz. El is felejtetted. És ha valaki eszedbe jut, hogy ja, tényleg, én azt akartam volt, de az már nem megy. Mert mindig bolyongsz, sohasem vagy otthon. Amikor otthon ül a tested, el vagy menve a munkahelyre. A munkahelyen vagy, otthon van az eszed. Munkahelyen a tested, szabadságra viszed a testedet, de elviszed sajnos a fejedet is. Az pedig nem ül ott veled. Mikor visszajössz, mindig fáradtabb vagy, mint amikor szabadságra mentél. Hogy a fenébe van ez? Miért van, hogy a hétvége jobban kinyír, mint a munkahét? Valamit nem jól élünk, tudjátok? Mi nem jól élünk. Mi reggel fölkelünk fáradtan, mert persze, hogy fáradtan, és eszünkbe jut, hogy mi volt tegnap, és akkor azon elsiránkozunk, hogy máma mi lesz, hogy megint elkések, a főnök megint letol, megint lesz veszekedés, ez meg amaz, és akkor elrohanunk. És akkor elrohanunk, és lejár a munkaidő, és akkor hazarohanunk. És ha nem mi magunk vezetünk, akkor a kütyüvel utazunk. Tehát abszolút nem vagyunk ott, ahol vagyunk. Megérkezünk oda, de a fejünk már megint máshol van. És 10 féle dolgot, 100 információt beszedsz, és akkor csodálkozol, hogy mitől vannak ezek a fejfájások, migrén, rossz nyavaja, mindenféle, de hát van patika, meg gyógyszer, ez a lényeg. Hazamész, veszed a kütyűt, képernyő, kicsi képernyő, nagy képernyő, közepes kép, még nagyobb képernyő, máma az egész fal is képernyő, és csak abba élünk a virtuális világban. És akkor megint éjfél van, és megint nem feküdtünk le, és a mosatlant sem mostuk el, és a fogunkot sem mostuk meg a fene meg egyet, és a protézisem is a vízben van, még azt sem mostam. És akkor hajnal felé lefekszünk, és reggel kezdődik előről az egész, fáradtan felébrünk, mi volt a tegnap, jaj, ez a mosatlan még mindig ott. És ez folyik, de jön a hétvége. Hétvégén elmész, partizunk, mulatunk, ó, szuper. Elmegyünk mulatni, ott kiviseljük magunkat, vagy mások viselik ki magunkat, magukat velünk szembe.
Úgyhogy mikor hazajövünk, nem csak a gyomrunk fáj, meg kóbáljuk a fejünk, mondjuk azt meggyógyítjuk hideg sörrel vasárnap, de vannak a lelki problémák, amiket még pluszba összeszedünk, amin megint kell gondolkozni. No, de a kütyű elviszi a figyelmet, ez a lényeg. És akkor ez így folyik. Az én időmben egyszerű volt. Parti után ugye hideg sörrel gyógyultunk, máma már sokféle cucc van. Én nem is ismerem azokat. Már nem az én világom. De ez így megy. És akkor azt mondod, élünk. Élünk. Gyerekek, élünk. Hát élünk, mint az állatok. Igen, élünk. Mert tudatosság ebbe nulla. Nincs. Ő tudatosabb. Ő az érzései által tudatosabb. De mi nem élünk tudatosan. Mi hogy kéne éljünk? Föl kéne ébredjünk, kinyitjuk a szemünket, és azt wow, még egy nap, hogy élek. És ezért én hálás vagyok. És máma minden egyes pillanatot élvezni fogok. És értékelni. És tudatosan fogom élni a napomat. És nézd meg, milyen hosszú lesz a napod. És akkor villanygyújtasz, és azért is hálás vagy. Mert millió ember van a Földön, akinek nincsen villany a házába. És megmosdasz, és hálás vagy. Millió ember van a Földön, akinek nincs egy pohár víz meginni, nemhogy megmossa a testét. És valamit bekapsz, nagy idegesen, de mindegy, mit kaptál be. Hálás vagy. Mert millió ember hal éhen. Tudjátok, másodperc alatt ezrek halnak éhen. Hihetetlen mennyiségű ember hal éhen. És szomja. És mi átrohanunk ezen. Mi tudomásul se veszünk. Jó, megint kell menni dolgozni, a fene megint. Hálás vagyok, hogy van munkám. Tudjátok, az embernek ahhoz, hogy éljen, kell levegő. Az a legelső. Minél finomabb az anyag, annál nagyobb szükség van rá. Kell levegő, mert ha nem, hamar vége. Víz, ha nincs víz, hamar vége. Aztán jön a táplálék. És tudod, mi van a negyedik helyen? A kötelesség. És egy ember, akinek nincs kötelessége, elvesz. És ezért, ha nincs munkád, keres egy rendszeres kötelességet magadnak. Mert ha nem keresel egy kötelességet, az életed kicsúszik a kezeid közül, és rossz állapotba kerülsz. Ez a négy dolog kell ahhoz, hogy egy ember harmóniába tudjon lenni. Illetve, hogy egyáltalán éljen. Az ember nem csak a testből áll és az állatból, és ez a kötelesség mutatja azt, hogy ha az nincs neked, akkor szétesel. Úgy fizikailag, mint szellemileg, úgy mentálisan, mint testileg. Tehát nekünk valahogy másképp kellene az élethez állni. Milyen érdekes dolog, ilyen érdekes dolog, hogy mi abból élünk, ami nincs. Az az életszemléletünk hajtómotora, ami nincs. Minden, amit gondolsz,
akkor ő forog, ami neked hiányzik, ami neked nincs meg. Az életednek minimum, most én arra gondolok, hogy a belső életed is abból áll, amikor egyedül vasalsz, vagy mosogatsz, ahogy gondolkodol, az is az életed része, és az egész csak abból áll, hogy panaszkodsz. Vagy magadban panaszkodsz a gondolataidban, magadnak, vagy a szomszédnak, vagy a barátnőnek. És ez a panaszkodás kíséri az életedet, mert te mindig másokhoz hasonlítod magad, mert te nem tudod tudomásul venni, hogy a hány ember annyiféle élet van. A hány ember annyi sors van, és annyi sors külön meg van írva mindenkinek, ahány ember van. És ezt a sorsod még ráadásul te magad írtad a lélek. Mert az én testem nem választható el a lelkemtől. Ha én azt mondom, nekem van egy testem, nekem van egy elmém, nekem vannak gondolataim, vannak érzéseim, de ki az az én, aki ezt mind birtokolja és mondja? Az a lélek. És mi, sajnos, hogy nem veszük tudomásul, hogy az a sors az enyém, és nem hasonlítható össze senkiével. Soha nem jutna eszedbe, hogy összehasonlítsd a narancsot az egressel. És te vagy az egres, a másik a narancs. A harmadik a paradicsom, és így tovább. Minden ember más, minden ember sorsa más, és ezért nekünk nem lehet abból élni, gondolkodni, hogy mi nincs nekünk, ami másnak van. Tehát mi meg kellene cseréljük az egész életszemléletünket arra, ami van. És ezt úgy hívják, hogy hála. A hála egy örömteli állapot, amely azért van, ami nekem van, és azért, aki én vagyok. És én hálás vagyok azért, aki vagyok, és azért, ami nekem van. És nem érdekel engem kifele semmi más. Ha ezt meg tudnád tenni, vagy megteszed, meg tudnád tenni, ha meg akarod. Ezt minden ember meg tudja tenni, hogy hálával éljen. Ha hálával kezd el élni, akkor az életed gyökeresen változik meg. És úgy változik meg, hogy olyan életed lesz, amire születtél. Mert az életnek mi az értelme és célja? Semmi más, mint a boldogság. Az élet egy játék, amit az az egy megálmodott, és önmagából megteremtett. Hogy ne unatkozzon, azt mondta, kezdjünk játszani. A játék abból áll, hogy magam részét szétdarabolom, és ezeket aztán majd visszavezetem magamhoz. Ez olyan, mint a társas játék. Az ember nem érgelődj, vagy akármelyik, dobod a kockát, mész, és aztán a játék végén visszaérsz oda, honnan elindultál. És az élet erről szól. Egy játék. Egy játék az önfelfedezésre, egy játék visszatalálni ahhoz a tudathoz, aki a te forrásod.
Az életnek semmi más értelme nincs. Az élet egy játék, tehát racionális, logikai szempontból nem értelmes, hanem az örömért van. Ha leülsz játszani társas játékot, akár neked jött a kocka jól, akár a másiknak nevetsz, mert ez egy játék, és játszunk. És te az életet játszod. Te ide megszülettél, mint lélek ebbe a testbe, ebbe a családba, ebbe a környezetbe, ebbe a földrajzi helyzetbe, ebbe a nemzetbe, ebbe a vallástudatba, vagy bármibe. Megszülettél, és itt van egy forgatókönyv sorsod, amit leírsz. És ez egy játék. Tapasztalatgyűjtési játék. Olyan, mint egy társas játék. Az élet egy színpad. Egy színpad, és az élet a Földnek a színpadja. És ide jöttél, és van egy szerződésed, 70, 80, vagy 90, vagy akár 100 évre, színésznek. És neked ez a szerződésed van, és mikor lejárt, akkor kiszállsz a játékból. És te magad megírtad a forgatókönyvet, amit játszol. És te itt ebben a testben elfelejted, hogy egy színész vagy. Most gondold meg, ha itt megy egy színdarab, és a harmadik felvonás a játék végén, a főszereplő színésznőnek meghal a gyermeke, ráborul a gyerekre, zokog, tönkre van menve, a függöny begördül, közönségben mindenki pityörög, a színésznő felugrik, veszi a kabátot, fut haza, mert a gyereke várja, ölbe vesz is, minden jó van. Te megszületsz ide, színész vagy, és elfelejted, hogy színész vagy. És téged mondjuk édesanyád nem szeret, vagy szeretett. De a másik három testvért igen. És egész életedben ezen sírsz és panaszkodsz, hogy én nem kaptam meg a szeretetet, amit kiérdemeltem, vagy meg kellett volna kapjak. De azt te akartad. Azt az anyát te választottad magadnak, és az az anya csak egy színésznő, és amikor veled gonosz és pofázik, csak mondjad, fúj, milyen jó játszod a szerepedet. Le a kalappa. És az anyósoddal ugyanez a helyzet. Nehogy azt hitt, hogy másképp van. Férjeddel, vagy a gyermekeddel? Egy se a tied. A gyermeked nehogy azt hitt, hogy a tied. Te se vagy anyádnak a tulajdona, vagy? Te egy eszköz vagy arra, hogy a színpadra jött, és lejátszod a te szerepedet, ami kötelességből áll elsősorban, utána a ragaszkodásoddal csak tönkre teszed a kölyket, mikor 40 éves korában is megmondod, de tegyél sálat a nyakadba, fiam. Vagy kivasalta-e a feleséged a nadrágadat, meg mit tudom, micsodákat, és ezzel elrontod az egész játékot, és elfelejtesz boldog lenni. És elfelejted azt, hogy te tapasztalatokért vagy itt a Földön. Hidd el nekem, hogy az élet nem más, mint a tudatos átélése a tapasztalatoknak. Ez kéne legyen. Az azt jelenti, hogyha én hálás vagyok az életemért, én hálás vagyok, hogy itt létezem. És most te jössz, és kezd el velem ordibálni, és csúnyákat mondani, és én boldog vagyok, hogy élek, és megtapasztalom azt, hogy látom, hogy milyen hülye vagy. És ezért tudom, hogy én nem olyan kell legyek, mint te vagy. Hát most mondd meg, ha az tapasztalatok mindig csak jót mutatnának neked, tudnád, hogy mi a rossz? Nem. Meg kell tanuld azt is, amit nem szabad utánozni. És ezért te hálás kell légy.
Mert az élet ebből áll. Nekünk egy kicsit távolságot kéne tartani a szerep és magunk között. Ez egy szerep, amit én játszok itt. Még ez is. Kijövök, kutyámmal ide le, és beszélek nektek. Ez egy szerep. De én ezen a szerepen kívül borzasztóan élvezem ezt, hogy itt együtt látjuk egymást, én élek, és ezért hálás vagyok. És én borzasztóan szeretlek, mert én hálás vagyok azért, hogy mi egymást látjuk. Ezt a pillanatot az életedbe megkaptad. Tettél érte valamit? Nem. Ajándékba kaptad. Hogy a következő pillanat az életedben még a tied lesz. Tudsz valamit érte tenni? Nem. Csak hálás tudsz lenni. És ha hálás vagy, boldog vagy. Mert az életed tudatosan felfogtad, és a hálával a legnagyobb pozitív erőt tudod élni. Hazamész, letolnak, hogy mi mentél el a szektárs Fülöp Sanyi eladására. Teszem. Hát akkor vegyed a tapasztalatot, milyen jó játszol szerepét. Hát hagyd a fenébe. Ha fáj az neked, hogy ő mit gondol, vagy hogy él, ő az ő saját azonosulásával, félelmeivel, aggodalmáival. Valahogy meg kell legyen, de azt téged még kell befolyásolja. Miért kell? Miért van az, mondd meg nekem, hogy elmész a munkába, egy kolléganő megdicsér téged, egy másik pedig rosszat mond neked. És mivel mész haza? Nem egyenlítik ki egymást, te a rosszal mész haza. És azt hordozod hetekig, hónapokig, akár évekig, hogy mit mondod. Közben pedig 10 helyen megdicsértek. Miért teszed ezt? Mert nem vagy tudatos a létedben, az életedben. Mert nem vagy hálás azért, hogy tapasztalatokat gyűjtesz. A jó szomszédtól is, a rossztól is. Mindenkit. Jó. Körülbelül 3 évvel ezelőtt mondtam, hogy ha még kutyám lesz, akkor az fekete, labrador, nőstény kutya lesz, olyan, amely képes egy előadáson velem a színpadon végig nyugodt lenni. És tegnap volt a fő próba Gyergyószent Miklóson, akkor az első sorban nőtt, mert onnan jól látott engem. Máma meg a Tomi későn jött be úgy, hogy feljött velem a színpadra, most már mennél mi. De ha róla beszélek, mindig aktív lesz. Na, oda le. Parkolj le ügyesen. Ó, jó, bravo. Úgyhogy ez a terméke ennek a képzeletnek, és minden, amit elképzelsz, ha szívedből és lelkedből jön, valóság lesz. Még gondolkozol annyit a rosszon? Valóság lesz. Gondold meg. Itt van nekem egy könyvem. Valaki itt a sugópadban van? Sorsnavigátor. Ez egy könyv, amiben van egy 7 hetes gyakorlat. Ez a 7 hetes gyakorlat arról szól, hogy kicseréli a fejedben a negatív gondolkodást. Tudjátok, mindenki mondja, ha valami baj van, bajban vagy, vagy valami szomorú sírsz, mert elfelejted, hogy színész vagy. És akkor jön a barátnő, és mondja, hát gondolkozz pozitívan. De hogy a fene megegye? Barátnő, mikor bajban van, ő se tud pozitívan gondolkodni. Ezt úgy varjuk egymás nyakába, hogy nem igaz gondolkodni pozitívan.
én megmutatom evel a 7 hetes gyakorlattal, hogy te nem kell gondolkodj pozitívan, te átalakulsz, és pozitív leszel. És a legcsodálatosabb benne az, hogy az emberek jönnek, és tárcán hoznak neked mindent. Kiszolgálnak. Mert ha a fejedbe más pörög, akkor más a reakció, amit a világtól kapsz. Tehát nem csak úgy van ez a külső-belső élettel, hogy a külső dolgokra én rosszul reagálok, mert rossz volt, jól, mert rossz, jó volt, hanem ha én belül jót csinálok, kívül megtörténik a jó. Ami bent, az kint. Amikor diák voltam az egyetemen, minden egyes vizsgámon, te hallgass meg, minden egyes vizsgámon, oda mentem, előre megmondtam, hogy melyik nevű tételt húzom ki. Bementem, az asztalon voltak a papírok, így végigvittem a kezem, megfogtam, kivettem, én mindig tudtam, hogy az. Egyszer nem volt, hogy nem azt húztam ki. Minden egyes vizsgán. Nem egyszer, kétszer, háromszor. Mindenki azt mondta, az ördöggel cimborálok. Mondtam én pont, hogy nem az ördöggel cimborálok. Én csak hiszek. Az én hitem, hogy ez megtörténik, olyan erős, hogy egy gondolat, egy kételkedő gondolat nem jön elő. Egyetlen egyszer volt, hogy egyik lány mondta, azt már nem húzott ki, mert én kihúztam. Ha-ha-ha. Bementem, és kihúztam. És a tanár azt mondja, ez hogy létezik? Az előbb valaki ezt már elmondta, már valaki kihúzta, úgy látszik, kettőt tettem be belőle. Akkor is működött. Tehát ez nekem tökéletesen így működik. Minden az életedben így működne, ha nem kételkednél. Ha te a fejedben kezded megcserélni a gondolatokat, azáltal, hogy elmondod napi 7-szer a megfelelő napra szóló mantrákot, az egyik az őszinteségről, meg erről, meg arról, szemeret, mit tudom, mindenre, meg minden 7 napjára megvannak, hogy melyik nap mit. Nézd meg, hogy pár hét alatt mi történik. És ha azt mondod, hogy nincs igazam, elvégezted a 7 hetet, akkor a könyvnek a 3-szoros árát visszaadom. Úgyhogy mindenképp megéri végezt, mert vagy jó jársz, és működik, vagy pénzt keresel. Na látod? Ez ilyen. Csak nyugi. Itt van egy füzet, a spirituális élet alapjai gyakorlati útmutató, amelyet én most nyomtattam, és erre az előadás turára ma, a 15. előadás, amit tartok, minden nap egy előadás volt, mindig egy-egy más helyiségben, városban. Ezt a füzetet azért nyomtattam, hogy mindenki, aki eljön előadásra, vigyen haza egyet magával. Ez került egy lej, 10 bani vagy ilyesmi volt, mert rengeteg, 7000-et nyomtattam, úgyhogy nagyon olcsó volt. De hogy az egy lejt kifizeted vagy nem, engem nem érdekel. Ha kifizeted, jó. Ha nem fizeted ki, úgyis jó, elviszed ajándékba, de mindenképp vigyél el magaddal. Vigyázz 2-t és 3-at. Mert lehet, hogy most még nem fog meg téged az a dolog, és nem hiszed a dolgot, de jön az életben egy belső megpróbáltatás, egy olyan dolog, amit nem tudsz feldolgozni, mert nincs meg hozzá a belső erőd, meg a rendezett belső életed. És akkor kell egy segítség. És akkor vedd elő, és nézegess belem. És ebben benne van meditáció, a futás, a mozgás, mantrák, énekek, és azokat, ha mondod, akkor változnak benned dolgok. Ezért ezt
ajánlom, hogy vidd el magaddal. Itt van egy egész új könyvünk, ami az idén nyomtattuk. Tökéletes egészséget keresve, ez az én mesteremnek az egészségről szóló írásaiból van összeállítva. Kérdés-válaszok, gyakorlatok, hogy a lélekkel hogy függ össze a betegség, és ezért nagyon érdekes könyv. De ha a hálát megtanulod, ezt a könyvet se kell elolvasni. Mert akkor egészséges vagy. Mert nincs, amitől beteg légy. A betegségeknek, kivéve, ami születik velünk, de a betegségek 90%-a innen jön. Én ezért nem megyek orvoshoz. Megmondja, mi a bajom, és akkor beteg leszek. Ezért inkább átvészelem, ha lehet. Vagy van egy telefondoktorom, ahol még távolságot tartva, jó, kijövök. Itt kint találtak ilyen festményeket. Ezeknek az az érdekessége, hogy ezeket a képeket a mester transzban festette. Tehát ő a másik világban volt, onnan látta és lerajzolta, és mindeniknek megvan a jelentése, ez a boldogság. És nézegesd meg őket, mert hogyha valamelyik megszólít téged, azt érdemes hazavinned, mert ezek erőt adnak. És valójában, ha minden nap egy ilyenre rámosolyogsz, a boldogság, ezeknek hatásuk van. Akkor még azt kellene tudni, hogy Ditróban, Ditró egy különleges hely. Sanyi bácsi, egy pillanat, elállták az autóbusznak az útját, a NIK rendszámú, magyar rendszámú Honda, és egy Opel OJI. Megkérjük az a két Honda. Köszönjük. Akkor mégsem magyar, hanem japán. Rendben van. Igen, Ditróban van nyitott meditáció, ahol lehet tanulni, innen bejönni a szívbe, és a lélektől érezni, hogy nem vagy egyedül. Ez a legfontosabb. Ha megérzed azt, hogy benned van egy olyan barátod, aki neked csak jót akar, aki mindent megbocsát, aki mindig veled van, és soha el nem árul, vagy soha vissza nem él azzal, és ha ezt tudod élni, akkor megvannak oldva a problémáid. Ezt pedig ezzel tudod megcsinálni, hogy az én... Látod? Engem nem akárki támadhat itt meg. Jó van, nyugi. Nyugi, 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 nyugi. Oda leparkolhatsz. Minden rendben. Minden. Oké, oké. Ügyes. Jó. Ügyes vagy. Tehát az életvitelet központját, és az én érzésedet, ha én vagyok, hol vagyok? Ugye itt a legnagyobb energia, itt vagyok. Na most ezt az itt vagyokot megfogom, és lejövök vele ide, pont oda, és azt mondom, most itt vagyok. És ezt az érzést lehozom ide, és itt kezdem őrizni. És nézd meg, hogy milyen más érzésed jön. Végül össze tudod kapcsolni az értelmedet a spirituális szíveddel. És akkor életedre megszűnik a fejfájásod. Például. Nekem ez egyik mellékhatása, nekem a fejem nem fájt az utóbbi 30 évben, mert nem szűk a hely, mert nekem egybe az egész lényem van, és minden belefér. Pedig azóta kétszer covidos voltam,
de a fejem akkor sem fájt. Úgyhogy meditáció gyakorlatok vannak, közös meditációk Ditróban minden szerdán 18 órakor, és minden második héten én beszoktam kapcsolódni a interneten, Zoomon, és akkor együtt beszélgettünk, és lehet kérdéseket feltenni, meg ilyesmi. Úgyhogy, ha valaki úgy érzi, akkor ebbe eljárhat, és az mindig a Facebookra is föl van téve, egy nappal azelőtt, vagy azelőtti időben, a Gunagriha Székelyföld nevű Facebookon, Facebook. Tudod, a Facebookkal az a helyzet, hogy ameddig nem volt Facebook, csak a családod tudta, hogy hülye vagy, ma az egész világ. Ez ilyen a Facebook. Most én létrehoztam egy hálaklubot. www.hálaklub.hu az a honlapja, ahol megnézheted, ahol az emberek összejönnek, akik akarnak, bejelentkeznek. Akik bejelentkeznek, azokat összekapcsoljuk. És akkor több városban van már ilyen, most már Erdélyben is kezd lenni, Szatmáron, meg Csíkszeredában is van, és de már sok-sok városban Magyarországon, ahol a Hála Klubban elmész, és az emberekkel beszélgetsz. Mert ezt meg kell tanulni. Nekünk annyira benne van a vérünkbe, hogy a rosszat osszuk, meg arról beszéljünk, hogy ezt kell gyakorolni. Úgyhogy a Hála Klubban nem panaszkodhatsz semmiért. Nem mondhatsz rosszat senkiről. A Hála Klubban nem lehet negatív dolgokat beszélni, és akkor van ez a könyv, a hála, ebben belenézel, és ha találsz magadnak valami érdekeset, ami inspirál, ott elolvasod, de legtöbbet az emberek tudod, miről beszélnek? A csodákról. Ha elkezdtél hálával élni, és hálásan élni, akkor így rakódnak össze az életedbe a dolgok. És minden nap valami csoda történik. Amit csodának nevezel, de ez nem csoda. Ez a normális emberi élet, ha te tudod és pozitívan tudsz élni. És ezért születtünk mi a Földre, hogy nekünk minden elrendeződjön, és mi boldogak legyünk. És mi ezt nem tudtuk elérni. És most próbáld ki, mert tudod érni. Képzeld el, Sepsiszentgyörgyön volt az előadásom. Oda jött hozzám egy ember, egy olyan 55 éves férfi, vagy nem tudom hány éves, aki elmesélte, hogy két hete hallotta az előadást a háláról, ő 100%-ra vette, és 100%-ban ezt teszi. És két hét alatt az élete ki van cserélve. Azt mondja, Gunagriha, nem hiszem el, egy csoda csodát ér, minden nap az történik, és annyi, amennyi pont kell, és minden dologra, és úgy rendeződnek a dolgaim, hogy én ezt el nem tudtam volna képzelni. Szóval csodálatos, hidd el nekem, evel a hála dologgal összejönni, megismerkedni, kezdeni, gyakorolni. A hálát mi szavakkal mondjuk, de a valódi hálát szavakkal nem lehet kifejezni. Ha kapsz egy nagy ajándékot, amitért nem tettél semmit, és egy akkora dolog, és akkor elakad a hangod, és csak a folynak a könnyeid. De ahhoz, hogy megérezd ezt az állapotot, el kell kezdjed gyakorolni. Merjetek már egyet mosolyogni. Csak úgy, semmiért. Csak azért, mert vagyunk. Mert élünk. Mikor nem élünk, már nem mosolygunk. Van valakinek valami kérdése? Azért annyira figyelmeztetnélek, hogy egyszerre csak egy
mert ezt a gyúródást nem lehet kibírni. No! Ezek a találkozók itt Ditróban hol vannak? Ezek a találkozók Ditróban itt vannak, nem? Az esketőn teremben. Hogy? Az esketőn teremben. Milyen teremben? Itt van a terem. Ugyanebben az épületben vannak. Hogy? A polgármesteri hivatalnál vannak. Polgármesteri hivatal. Tessék. Mi a véleménye? Földi élet során rendszeres meditációval mennyire lehet megközelíteni Istent? Test közelbe lehet jutni Istenhez. Tudnélik, Isten közelebb van hozzád, mint az Órod hegye. Tehát mi nem kell megközelítsük Istent, hanem mi föl kell tárjuk Istent. Mi tulajdonképpen az istentelen dolgainkat le kell magunkról mossuk, kaparjuk, vagy vágjuk, vagy ahogy tetszik, ahhoz, hogy nekünk az a lényünk jöjjön előtérbe, aki ide beszületett, aki a tiszta, fehér szív, és a lélek. Tehát, hogyha megvalósítottad a lelket, akkor a lélek Istennel egységet érez, és egy. De ez a jogunk nekünk megvan minden embernek, aki született, és ez nem csak az egyes kiválasztott profétáknak a joga, hanem sok száz ember volt, akik ezt megtették, a nagy jogik, a szentek és az olyanok, akik tudatilag megvolt a kitartásuk, és lejött nekik az isteni kegyelem. Tehát változni igenis érdemes. Csak az ember mindig úgy érzi a változást, mindenki szolgál valakit. Mindenki valakinek a szolgája. Vagy a saját testének, vagy egy másik testnek, vagy az ösztöneinek, vagy mások ösztöneinek. Vagy ennek, vagy annak, de mindenki szolgál valakit. Viszont, hogyha kiválasztod, hogy kit akar szolgálni, és ha megnézed, hogyha már nem is tudod, ki vagy, legalább választ ki, hogy kié vagy, és ha kezded a lelket keresni, akkor a lélek előjön. Mert Isten nem azért van elbújva, vagy mondjuk úgy, hogy nem látszik, és nem látható, mert ő el akar bújni, hanem mi nem keressük őt. Ez az igazság. Mert ha mi elkezdjük Istent keresni, és Isten keresők vagyunk, akkor rögtön az egész világ felháborodik, legjobban a saját környezeted, meg minden, hogy bolond vagy. Hát az ember nem lehet tökéletes. Hogy akarsz te Jézus lenni? Pedig azt kell légy, Jézus ezt mondta. Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint én. Nekem itt megvannak az idézetek tőle. Jézus egy nagyon kemény mester volt, és ő csak azt akarta, hogy mindenki olyan legyen, mint ő. Tehát meg lehet ezt tenni. És hogyha az ember kitartóan éli a megfelelő életet, amit aztán a lelke belülről sugal, akkor működik a dolog.
Akkor mi Csajával búcsút veszünk. És hálásan köszönöm, hogy eljöttetek, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel, és türelmesen végighallgattatok, és ha nem is sokat, de azért mosolyogtatok. Köszönöm szépen. Azt mondta, a helyzet az, hogy nem az a legény, aki üt, hanem aki bírja, úgyhogy ti 2 órát kibírtátok a korbácsaimat, én tapsollak meg. Bravo! Köszönöm.